Viktor Mikita, a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője tájékoztatóján közölte, folyamatos az üzemanyagszállítás és elegendő élelmiszertartalék van Kárpátalján. Megegyezés van hatályban mind a szlovák, mind a magyar kormánnyal, miszerint mindkét ország szállít üzemanyagot Kárpátaljára. Igaz, emelkedik az ára, de az országban háború van. Már akár többszörösére is emelkedhetett volna az üzemanyag ára, de sikerült stabilizálni az üzemanyag, valamint az élelmiszerek árát. Igen, nőnek az árak, de a mai adatok szerint elegendő mennyiségű liszt és búza, alapvető élelmiszer és üzemanyag van Kárpátalján. Kárpátalja határán 4 ellenőrzőpont üzemel. Alsóvereckén, Mezőháton, Uzsokon és Vízközön. Ez lehetővé teszi a rendvédelmi dolgozók számára, hogy ellenőrizhessék a megyébe belépő és Kárpátalja területét elhagyó személyeket. A rendfenntartók ellenőrzik a személyazonosító okmányokat, átvizsgálják a járműveket. Egyben tájékoztatják a 18 és 60 év közötti férfiakat, hogy 24 órán belül jelentkezniük és regisztrálniuk kell a 6 kiegészítő parancsnokságon. Ezen kívül a nap 24 órájában szolgálnak a járőrök, akik a lakossági hívásokra reagálnak, és felügyelik a közrendet Kárpátalja minden településén, számolt be a Kárpátaljai megyei rendőrség kommunikációs osztálya. Az Egészségügyi Minisztérium jóváhagyta az újszülöttek hadi állapotban való nyilvántartásának biztosításáról szóló rendeletet. A rendelet értelmében a háború idejére egyszerűsített az újszülöttek nyilvántartásba vétele. A gyermek születését igazoló dokumentumot a 103 peró formanyomtatvány alapján állíthatják ki azok az egészségügyi dolgozók, akik jelen voltak a szülésen vagy az újszülött első vizsgálatát végezték. A kis Sása egy applikáció elkészítésén dolgozik. Az 5 éves kisfiú édesanyjával érkezett Ungvára Ivano-Frankivskból. Ott első nap bombatámadás érte a repteret, attól kezdve napi 5-6 alkalommal van légiriadó. Folyton az óvóhelyre rohanni a gyerekkel, ez rémisztő, ahogy neki, úgy nekem is. Ezért döntöttünk úgy, hogy ide jövünk. Itt nyugalom van, reméljük, hogy hamarosan minden véget ér, és visszatérhetünk az otthonunkba. A kis Márta örül, hogy új barátra tett szert. Tánya a legjobb barátom, ő Kijevből érkezett. Minden nap együtt sétálunk. Tánya elmondta, hogy jól érzi magát Ungváron. Voltam több foglalkozáson is, a kedvencem a rajzolás és a színházi előadások. A fejlesztő központok pedagógusai, animátorok, színházi előadó művészek és idegen nyelvtanárok összefogásának köszönhetően jött létre egy olyan hely Ungváron, ahol a menekültek és áttelepültek gyermekeivel foglalkoznak. Minden reggel fitness foglalkozással indítják a napot, majd kézműves foglalkozások, angol nyelvórák következnek, aztán színházi előadásokkal szórakoztatják a gyerekeket. Bemelegítéssel kezdjük, utána pedig játszunk. Ott például legóznak. Fontos, hogy ne aggódjunk. Mindez véget fog érni, és minden rendben lesz. Örülök, hogy vannak ilyen helyek, ahol segíthetek a gyermekek figyelmét elterelni ettől az egésztől. Az alkotói tevékenységhez szükséges alapanyagot a helyiek szolgáltatták. Az önkéntesek munkájához a most érkezett áttelepültek is csatlakoztak. Menekültként érkeztem ide, de most segítek a gyerekeknek, mert őket is valahogy le kell kötni, és ők is más városokból jöttek. Én Pilates edző vagyok, így ilyen foglalkozást tudok nekik tartani. A gyerekek nyugodtak. Pszichológusokat is bevontunk a velük való munkába. A szülők el vannak foglalva a gondok megoldásával, ezért a gyerekeket le kell foglalni valamivel, hogy ne kerüljenek a hírek befolyása alá.